Sziasztok, Kongfan vagyok. Ez itt a Geek Ember. A mai videóban a Batman Halál a családban című képregényt fogom bemutatni. A képregényt Jim Starlin írta, és Jim Aparo rajzolta. A történet úgy kezdődik, hogy Joker újra szabadlábon van. Ki hitte volna? Egy ügyes és elmebeteg húzással sikerült atombombához jutnia, és feltett szándéka, hogy azt eladja egy terrorista csoportnak. Természetesen annak, aki a legtöbbet fizeti érte. Batman azonnal rááll az ügyre, de van egy kis probléma, akit Jason Todd-nak hívnak. A második Robin sokkal a forrófejűbb és agresszívabb, mint az elődje Dick Grayson, de most még frusztráltabb, mint valaha. Batman arra gyanakszik, hogy túlságosan erőltette a kiképzését, és a fiú még nem tudta túlteni magát a szülei halálán. Batman ezért parkolópályára teszi a fiút. Robin magánnyomozásba kezd, és kideríti, hogy örökbe fogadták, és a vészerinti édesanyja életben van. Bár a múltja ködös, le tudja szűkíteni három lehetséges nőre a jelölteket. Hogy nem? A három nő pont ott bukkan fel, ahol Joker vevőket keres. Libanonban, Izraelben és Etiópiában. Joker megállítása és Jason édesanyjának felkutatása azonban szörnyű tragédiához vezet, ami örökre hatással lesz a detektív életére és az egész DC univerzumra. A történet nem árul zsákba macskát, és maga a kötet borítója sem. Ez a történet erről lett híres, tehát nem spoilerezek el igazából semmit. Ez az a sztori, ahol a második Robint, azaz Jason Toddot, a Joker elrabolja, egy pajszerrel addig veri, míg meg sem tud mozdulni, és amikor Batman odaérne, hogy megmentse, pont akkor robbantja rá a csodafiúra az egész épületet. Robin pedig életét veszti. Batman pedig az elveit felrúgva indul a Joker nyomába, hogy bosszút álljon, ezúttal véglegesen. A Halál a családban egy rendkívül mozgalmas Batman sztori, tele egzotikus helyekkel, rejtélyekkel és akcióval, ami egy rendkívül erős tragédiába torkollik, és a lezárása sem túl felemelő. Az egésznek az adja a legnagyobb erejét, hogy Batman mennyire szereti Jason-t, mennyire próbál segíteni neki, hogy az megkeresesse az édesanyját. Tudja, a saját bőrén tapasztalta meg, hogy milyen elveszíteni gyerekként a szüleit. A lehetőség, hogy az egyikük mégis él, olyan tényező, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Így mindent megtesz a fiúért, aki viszont a saját makacsága miatt került szorult helyzetbe, és emiatt lesz végül az őrült bohóc áldozata. Ez egy olyan újabb törés Batman életében, ami óriási kihatással lett a további Batman kötetekre. Jason és Bruce szála borzasztóan erős, nem hiába lett ez a sztori ennyire megkerülhetetlen és fajsúlyos darab. Remekül átjön a lapokról az egész drámaisága és Batman keserűsége, hogy miatta halt meg egy pártfogoltja. Gyakorlatilag a fia. Az előző pedig lelépett, hogy kitörhessen a denevér árnyékából. És korábban a Joker még megnyomorította Barbara Gordont is a Gyilkos tréfa című történetben. Minden egyes ilyen hiba ott van a történetben. Ezek tehát a kötet erősségei. Azonban vannak itt problémák is. Nem is elhanyagolhatóak, de igazából a pozitívumok sokkal többet nyomnak alatba, mint a negatívumok. De akkor térjünk is át a hiányosságokra. Maga ez az egész, hogy Joker atomfegyvert szerez és el akarja adni egy borzasztó gyenge alibi. Csak azért van a történetben, hogy minél több elszigetelt helyre csalhassa az író a dinamikus duót. És valahogy senkit nem zavar, és senkinek nem tűnik föl, hogy Izraelben például mi a bánatos úristen keres egy kifestett fejű faszi, meg egy másik, aki denevérnek öltözik, és egy cirkuszi akrobata gyerek. Illetve az is borzasztóan kényelmes, hogy Jason lehetséges anyajelöltjei pont azokban az országokban vannak, ahol Joker vevőt keres. Hova tovább, mindegyiküknek van valami köze Jokerhez. A Deadpool 2-ben az ilyen megoldásokon élcelődtek. Tényleg ezt hívják lusta forgatókönyvírásnak. Van még egy érdekessége a kötetnek. A Robin karakterek úgy Isten igazából sohasem voltak népszerűek, de Jason Toddot pláne nem bírták a népek. Hószegények, ha tudták volna, milyen Damian Wayne-el. Na mindegy. Szóval, a DC-nek támadt egy merész ötlete. Már a korhoz képest merész, persze. 1988 és 89 között jelent meg ez a sztori füzetek formájában, és telefonos szavazásra bocsájtották Robin sorsát. Az olvasók felhívhattak kettő telefonszámot, az egyikkel az életben maradásra szavazhattak, a másikkal a megölésére. Tehát nem csak az író idézőjeles érdeme az, hogy Jason végül szörnyű halált halt,
hanem az olvasók is közrejátszottak ebben. Ezzel a DC leszűrte, hogy az olvasók nagy része szerint a csodafiúnak mennie kell. Másrészt a Batman sorozat új csapás irányáról is kaptak egy képet. Az pedig a sötétebb tónusú, borongósabb hangvétel volt. Pontosan az, amit Alan Moore 1988-as gyilkos tréfája már bedobott és felbolygatta az állóvizet. Na de térjünk át a rajzokra. Ahhoz képest, hogy milyen témát boncolgat a történet, a rajzok meglehetősen színesek és élettel telik. Nagyon ritkán van például félhomály vagy éjszaka, vagy úgy egyáltalán sötét, komor képek. De ez egyáltalán nem baj. Egyrészt jól néznek ki a rajzok, jól kivehetőek a harcok, a karakter dizájnra nem lehet panasz, egyet kivéve, erre mindjárt visszatérek. Másrészt, ha esetleg valaki olyan olvassa a történetet, aki nem tudja mi ez, még a borító alapján sem, vagy nem olvassa el a kötet elején a bevezetőt, azt igencsak pofán fogja vágni, hogy végül is hová fut ki ez a sztori. Magáról a tetről is beszélnék. Hát, eléggé kegyetlenre és brutálisra sikeredett. Talán túlságosan is jól ábrázolják azt, milyen, ha egy gyereket agyba fűbe vernek, és aztán még pajszerrel is nekiállnak összeverni. Legalább olyan súlyos és megdöbbentő, mint amikor a gyilkos tréfában Joker szétlövi Barbara gerincét. Pont emiatt, akárcsak azt, el sem javasolnám gyerekek kezébe. Borzasztóan erős a vizuális erőszak a képregényben. Ha már korábban szóba hoztam a karakter dizájnt. Nos, Robin úgy néz ki, ahogy szokott, nincs új a nap alatt. Batman szürke és világosabb kék szerkója a sárga hátterű denevér szimbólummal ikonikus és a mai napig az egyik legmenőbb megjelenése a sötét lovagnak. De ahogy Joker kinéz, azon nem tudtam napirendre térni. Kinek az ötlete volt, hogy ez az őrült úgy nézzen ki, mint Woody Allen fiatalabb korában benarkózva, és éppen bohócnak van sminkelve. Megvolt persze így is a maga bizarr hatása, de ennél azért volt már fenyegetőbb is a bűnbohóc hercege. A halál a családban néhány furcsasága és bicsaklása ellenére az egyik legjobb Batman történet. Borzasztóan erős érzelmi töltete van, meglepően brutális helyenként. Batman rajongóknak természetesen kötelező, de minden képregény olvasónak illik legalább egyszer elolvasni. Ha tetszett a videó, tudod a dolgodat, én pedig hamarosan újabb videókkal jövök. Addig is szevasztok!